Pöttöm kert bölcsőde, ezt a nevet kapta a most felépített intézmény Ramocsaházán. A bölcsődei helyekre is folyamatosan érkeznek a jelentkezések, és bizakodóak a tekintetben, hogy a bölcsődei gondozás is maximális kihasználtsággal két csoporttal fog majd elindulni. Ez pedig az egészségház, amely egy 300 négyzetméteres több célú orvosi rendelő. Az egészségházban védőnői szolgálat, gyógyszertár, illetve házi és gyermekorvosi rendelés kap majd helyet. Az egészségház az, és most szerintem mindenki meg fog döbbenni, 77 millió forint nettóból épült fel egy 300 négyzetméteres, három típusos rendelővel rendelkező komplexum, amely a mai időkben szerintem egy komoly csoda számba menő, ha már itt adventról beszéltünk. A mini bölcsődénk, amely kétcsoportos mini bölcsödeként fog funkcionálni, az nettó 86 millió forintból. Ehhez még minden kiegészítővel együtt a projekt összköltsége 151 millió forint volt, de ebbe például van egy elektromos kisbusz, amely az ország első elektromos kisbusza volt, amivel tudjuk esetlegesen szállítani a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községekből a gyerekeket. A csapadékvízelvezető, amely Magyar Falu programból épült, illetve az orvosi rendelő is, az pedig közel 32 millió forint nettóból épült fel, amelyhez mi itt Ramocsaházán egyéb innovatív fejlesztéssel hozzá tudtunk járulni. Próbáltunk egy térvilágítással kedveskedni a lakóknak, illetve emelni a főutca fényét ezzel. Ami még nagyon fontos számunkra, hogy mi itt a jövőben gondolkodván próbálunk új 21. századi megoldásokkal működtetni olyan intézményeket, amelynek a működtetése egyre nehezebbé válik az önkormányzatok számára. Ezért például a mögöttem lévő orvosi rendelőt innen 150 méterrel lévő távhőközpontunkból fűtjük. Az önkormányzat több más közelben lévő épületeivel, mint az önkormányzati hivatal, a közösségi ház, a gyümölcslé üzemünk. Úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni majd a bölcsőde irányába, ezért terveztük azt, hogy egy központban fog minden olyan szolgáltatás megjelenni, amelyet a település lakói örömmel fognak használni. Az eseményen részt vett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, aki elmondta, a falvakban is szükség van a komplex fejlesztésekre. Nekünk a feladatunk az, és úgy gondolom, hogy a településvezetők is akkor gondolkoznak jó, hogyha ezeket a közszolgáltatásokat valóban fejleszteni akarják, és minél magasabb színvonalon akarják biztosítani ezt a lakosságnak, hiszen azért a vármegyének is az a célja, hogy olyan élhető települések jöjjenek létre, a falvakban is olyan lehetőségek legyenek, amely mindenki számára egyenlő lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a közszolgáltatásokat elérje. Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy látvány és kemény munkával elért fejlődésen ment át a település az utóbbi években. Azt gondolom, és azt látom, és azt érzem, hogy nem csak település központja lett Ramocsaházának, hanem jó gazdája is. Hiszen nézzék meg, kedves ramocsaháziak, hogy ha kinézünk a határba, szürkeség van, köd van, a Jóisten adott nekünk most egy kis időt, hogy nem esik az eső, ezért köszönjük a zöld sátrakat, de hál' Istennek nincs rá szükségünk. De ha bejönnek Ramocsaházára, figyeljék meg, visszajöttek Ramocsaházára a színek. Milyen szép a templom, a városháza, ez a két új épület. És azt gondolom, hogy egy településvezetőnek, egy közösségnek pont ez a lényeg. Vissza kell hozni a településre a színeket. És ezt most értsék átvitt értelembe is. Kellenek közösségek, kellenek rendezvények, kellenek adventi forgatagok, azt is megtudtam, hogy már a negyedik, kezdődik a mai nap. És csak ismételni tudom magam, hogy polgármester úr, így kell ezt csinálni. Az intézmények engedélyezési eljárásainak befejeztével a lakosok használatba vehetik az átadott intézményeket, és megkezdődik a bölcsődei helyek feltöltése is.